Jó Brody, a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Középpont a mikrofonnál, Fekete Rita, és hamarosan elmondom, hogy kik a vendégeink. Egy sajtóklubot fogunk tartani, ez itt most rendhagyó a Középpontban, de hogyha a hallgatók pozitívan reagálnak rá, akkor megtartjuk ezt a szokásunkat, és a jövőben még várható lesz ilyen. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy picit konzervatív szempontból fogjuk most áttárgyalni azokat a híreket, ügyeket, amik az elmúlt héten történtek, és amit összegyűjtöttünk, és nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Lentulai Krisztiánt, a Karcz FM főszerkesztő helyettesét, szerbusz! Szia! És Kohán Mátyást, a Mandiner című hetilap külpolitikai újságíróját, szerbusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket, hallgatókat is! És mielőtt elkezdjük még a beszélgetést, hagy mondjam el a YouTube-on minket nézőknek és hallgatóknak, hogy a csengőgomb megnyomásával tudnak feliratkozni, és így friss tartalmainkról értesülni. És akkor kezdjük is. Az első téma, amit átküldtünk nektek, az a jogállamisági mechanizmus kapcsolatos, és azzal az elvesztett perrel, amit Lengyelország és Magyarország elvesztett. És itt a Hitrádióban már készült több interjú ezzel a témával kapcsolatban. Tóth Norbert nemzetközi jogász elmagyarázta a hallgatók számára is, a mi számunkra is, hogy pontosan mi ez a mechanizmus, és a többi, hogy nem is ezzel foglalkoznék, hanem inkább a politikai részével ennek a dolognak, és azzal, hogy Varga Judit azt nyilatkozta, hogy az Európai Bíróság politikai döntést hozott ebben a kérdésben, és nagyon érdekelne a véleményetek, hogy itt mire gondolt Varga Judit. Hát egyértelmű, hogy ezt a reguláztatást most már hosszú évek óta szenvedi el ez a kormány, és az elmúlt hetekben borult néhány NGO vezetőnél is ki a bili. Hallunk ilyen elkapott mondatrészeket, szösszeneteket, hangfelvételeket, miszerint amennyiben Brüsszel olyan választás után olyan új kormányt látna, amely számára kedves, akkor minden tökéletesen rendben működne Magyarország és az Európai Unió között. Amíg pedig nem ez van, és már pedig az áprilisi választások sem ezt a jövőt mutatják Brüsszel felé, ezért szerintem ez a csuklóztatás megy, és menni is fog a jövőben. Ugye Varga Judit politikai ítélettel azt hiszem ugyanarra gondolt, amire Gulyás Gergely, arra, hogy jó pár hónapra előre lehetett tudni a bizottsági főtanácsosi véleményből, hogy mi lesz az ítélet. Azt hiszem, hogy a politikai ítélet lényege az ez. És azt hiszem, hogy viszont, hogyha a politikai ítéletről beszélünk, hogyha az Európai Unió bírósága politikai szervé avanzsát, akkor egy politikai választ kell adni. Szerintem innentől kezdve a pragmatikus jó megoldás ezerrel, de inkább 2000-rel rágyúrni azokra a vitákra, amelyek az Európai Unióban, parlamentben, bizottságban, minden létező intézményben a jogállamiság definíciójával kapcsolatosak, mert ez még mindig egy hiányzó láncszem, annak ellenére, hogy most hozzáköti a bíróság a jogállamiság sérelméhez az EU-s pénzek kifizetését, még mindig nem tudjuk, mi az a jogállamiság. Az EU-s alapdokumentumokban csak említés szinten és nem definíció szinten szerepel. Ha most a magyar kormány, meg a lengyel kormány, meg egyébként bármelyik olyan kormány, amely szeretné magát az unióban jogbiztonságban érezni, szeretné megnyerni ezt a háborút, akkor legyen kedves és irgalmatlan mennyiségű politikai és jogi munkát tegyen bele a jogállamiság definíciójába. Ez nagy harc lesz. Jó mondja Matyi, hogy politikai döntése, politikai választ kell adni, azonban ezeket a politikai meccseket én azt gondolom, hogy rendre Orbán Viktor nyerte meg, amikor ki kellett utazzon, és kellett védeni a magyar érdekeket, és azt gondolom, hogy amennyiben a Fidesz negyedszer is megszerzi a választók bizalmát, akkor én nekem nem tudom miért, nem tudom alátámasztani, de van egy olyan érzésem, hogy ez egy idő után el fog valami miatt halni. És nem csak azért, mert azért Lengyelországnak is megvan a maga lobby ereje, talán még nagyobb is, mint a miénk, hanem a többi állam sem hiszem, hogy ezt egy idő után tétlenül fogja nézni. A másik kérdés az, hogy pont egy ilyen puskaporos helyzetben, ami tőlünk kicsit keletre van, szerintem nem engedheti meg az Európai Unió, hogy bármilyen módon rés legyen a pajzson. Akár ilyen politikai értelemben legyen rés a pajzson, ennek egy összetartó kócarájnak kéne lennie, ahogy az alapító atyák gondolták, de egészen egyszerűen jelenleg piszlicsári ügyek miatt széthúzáson az Európai Unióban, és rendre mi vagyunk azon a szégyenpadon, amit Brüsszel magának felállított, hogy na, ti vagytok a hibásak bizonyos dolgokban. Most gondoljátok már, ezt sokszor elsütöm, ez nagyon béna poén, egy ISIS katona, amikor a puskatust csiszolgatja otthon, és ha meghallana egy ilyen hírt, nyilván nem jut el hozzá, de tételezzük fel. Szerintetek mennyire röhögi szét magát, és mennyire gondolja egy beteg, legyengült társadalmi csoportnak az egész európai létformát?
Jól mondod, Krisztián, ugyanakkor meg azt hiszem, hogy előáll egy furcsa helyzet, mert most én leszek a pesszimista, és te leszel az optimista, ez mindig fordítva szokott lenni. Én nekem az a gyanúm, hogy most ugye egész eddig az összes eddigi Európai Uniós hercegúrcában az védte Magyarországot, hogy a parlament többségi politikai véleményét nem támasztotta alá a jog. Eljárásrendi jogi kérdésében Magyarországnak állt a zászló, akkor is, hogyha nem voltunk népszerűek az uniós politikusok körében. Most egy eljárásrendi kérdésben került hozzánk közelebb a front. Én ezért vagyok pesszimista, mert ha nincsen politikai megegyezés, akkor az van, amit a jog akar. És ma, amit a jog akar, most jogilag alátámaszható Magyarország ellen rengetegféle különböző politikai eskálódás, ezért én ezt most veszélyesebbnek látom, mint az eddigieket, de legyen neked igazad. Én olyat is gondolok egyébként mellé, hogy stratégiailag ez az ügy el fog törpülni. Nem vagyok jós, de fél év, egy éven belül lesznek olyan problémái az Európai Uniónak, hogy ez egy hangyaméretűvé. De mióta vannak már, és valamiért sehogy nem tudunk összerázódni, és teljesen mindegy, hogy milyen külföldi hatások vannak, eszeveszett gázárakat és benzinárakat fizetünk azért, mert az Európai Unió és Ukrajna provokálja a háborút, ami szerintem egyébként nem fog megtörténni. Eszeveszett migrációs nyomás van több helyen az Európai Unió határán, és mindez nem elég ahhoz, mindezek a struktúra és óriási problémák nem elegek ahhoz, hogy az Európai Unió a köldöknézését befejezze. Tehát én sajnos nem hiszem már, hogy komoly struktúra és külső problémák egybeleznek az Európai Unió. Hát. Na de ugye mit szól ehhez az itthoni ellenzék? Én végignéztem a Facebook oldalakat, amikor bejelentették, hogy elvesztettük a pert Lengyelország és Magyarország az Unióval szemben ebben az ügyben, akkor hát érdekes posztok jelentek meg, és akkor utalva vissza arra, amit Krisztián mondott, ugye Dobrev Klára például úgy kommentálta, hogy a döntés arról szól, hogy a kormány nem lophatja el az uniós pályázati pénzeket, sőt, ugye azt is mondta, hogy ha a baloldal nyer, akkor nem lesznek ilyen mechanizmusok Magyarországgal szemben, mert visszavezetik az országot az európai útra. Na most ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy amikor a baloldal volt hatalmon, ugye akár 2006-ra gondolunk vissza, nem indultak ilyen jogállamiság, hogy mechanizmusok, úgy tudom. De az nem egy jó országvezetésnek volt a következménye, hanem az elvtársak mennyiségének a többsége volt az eredete ennek az egésznek. Tehát Dobrev Klára egyébként ebben az esetben kivételesen igazat mond, csak ő azt akarja elhitetni a magyar közvéleménnyel, hogy azért, mert ez egy annyira szakértői kormány lesz, és ez annyira elfogadó kormány lesz, és az Európai Unió támogató kormány lesz, hogy ezért nem indulnak el a túrót, azért nem indulnának ilyenek el, mert elvbarátok ülnek ott. Hát meg azért akkor nem terveztek felesen alkotmányozni, akkor nem terveztek kétharmaddal kinevezett államigazgatási pozíciókból embereket felesen visszahívni. Tehát azért azt hiszem, hogy van pár olyan jogállamisági aggály, ami teljesen mindegy, hogy ki van hatalmon Magyarországon, nincs az a mennyiségű elvtárs, aki el tudja sikálni a feles alkotmányozás jogállamisági szempontból. Hát én nem volnék annyira biztos abban, hogy az ellenzék jelenlegi állapotában, jelenlegi vezetésével, jelenlegi terveivel, jogállamisági szempontból bármivel jobb uniós megítélés alá esne, mint a jelenlegi kormány. De egyébként meg az a helyzet, hogy az ellenzék véleménye Európai Uniós jogi kérdésekben azért szerintem legalábbis mérsékelten releváns, tehát képesek voltak pár nappal ezelőtt egy olyan jelentést, ami ismét nem egy parlamenti jelentés elfogadása, összetéveszteni az uniós joggal, ugye mire gondolok itt a városok által közvetlenül megpályázott uniós forrásokról beszélek, ugye Cseh Katalin, mint a helyzet legjobb szakértője nyújtott be erről egy jelentést. Egy európai parlamenti jelentés elfogadása nem jelenti azt, hogy ebből jog lesz. És ehhez képest a Telex is úgy hozta le, meg a komplett ellenzék úgy hozta le ezt a hírt, hogy mostantól kezdve Budapest pályázat közvetlenül Brüsszelnél az úgynevezett Európai Uniós pénzekre. Hát szerintem az ellenzék uniós jogi értelmezését mindenki némi csipet sóval fogyassza. Akkor sem nagy mennyiségben. De ha már Cseh Katalin fel is szólalt az Európai Parlamentben ezután, a döntés után, és nagyon érdekes dolgokat mondott, például azt, hogy azért vesztettük el a pert, mert hogy ugye igen, tehát hogy Orbán toxikus populizmusa veszélyt jelent az EU-ra, gonosz és arrogáns viselkedése alássa mindazt a jót, amit az EU képvisel, és nem szavakat, hanem cselekvést követelt, tehát csak Katalin azt kérte az Európai Parlamenttől, hogy azonnal alkalmazzák a mechanizmust. És milyen szavakat használt, milyen exakt kifejezéseket a toxikusra és a gonoszra, tehát az ember azt gondolja, hogy egy fantasy regényben van benne, és azért nem tudunk rajta röhögni, mert egyébként van táptalaja ezeknek a megszólalásoknak. Van egyrészt belföldi táptalaja, másrészt meg van brüsszeli táptalaja. Hát nézzük meg, hogy amint volt egy ügy, ami mellett Cseh Katalin felhasználhatta azt az egyébként valamennyire létező EU-s rutinját, rögtön előjött a fényre, miután szerintem egy normális társadalomban, egy ideális társadalomban a
azzal a balhéval, ami neki volt, szerintem hosszú évekre ki kéne írja magát a politikából, de úgy tűnik, hogy az Európai Uniós szintér az neki tökéletes még most is. Igen, én is láttam, szinte kérkedett ezzel a felszólalásával, és számomra teljesen meglepő volt, hogy ez a nő előkerült egyáltalán a választások előtt. Bár én egyébként nem vettem meg az idegen szavakat a magyar nyelven, de ha én meghallok egy ilyen kifejezést, hogy toxikus populizmus, azonnal elkezdek azon gondolkozni, hogy nem lehet, hogy ennek az illetőnek, aki erről nyilatkozik, kicsit útjában van a magyar nyelv, hogy ő ezt valójában angolul gondolta ki, és angolul szeretné megfogalmazni. De egyszerűen én nagyon furcsának tartom azt, hogy az ellenzék bizonyos részei elfelejtettek magyar módon gondolkozni. És ez borzasztóan jól meglátszik abban, ahogy egy ilyesmire reagálnak. Egy ilyesmire a magyar reakció az, teljesen mindegy, hogy az ellenzéki vagy kormánypárti magyarról beszélünk, hogy nem akarunk ebben a kérdésben hatáskört delegálni. Nem azért, mert jobb vagy baloldali kormány van hatalma, hanem mert az a jó, hogyha Magyarországon a jogállamiságról, azért mégiscsak saját magunk döntünk, hogy a magyar jogállam az milyen elvek szerint épül föl, hogy mi milyen elvek mentén élünk. Tehát alapvetően szerintem sem ellenzéki, sem kormánypárti magyarnak nem volna érdeke ebben a kérdésben hatáskört delegálni Brüsszelbe. És akkor ehhez képest toxikus populizmus, meg egyenesen egy angol policy paperből gondolatok és megfogalmazásmódok. Nekem ez borzasztóan idegen, szerintem azért ez nem egészen fér össze azzal, hogy az ember Brüsszelben képviseli Magyarországot, és nem Magyarországon Brüsszelt. És ne felejtsd el, azt mondtad, hogy elfelejtett magyarul gondolkodni. Ez egy bizonyos generáció fölött lehet igaz ez az állításod, de amely generációt Cseh Katalin képviseli, ők olyan inkubátorházban születtek és szocializálódtak, ahol meg sem tanultak magyarul gondolkodni. Ennyivel pontosítanám, amit mondtál. Erre mindig az a reakcióm, hogy igen, Budapesten. De tisztelettel kikérem magamnak 20 éves Győr-Moson-Sopron megyeiként, hogy ezt bizonyos generáció alatt a magyarok ámblók elfelejtették volna. Bizonyos budapesti leginkább körúton és felújított hármas metron belüli körökben lehet ez népszerű, de tisztelettel kikérem magamnak, mi magyarul gondolkozunk. És mennyire fura az, hogy egy rögtöni, azonnali a mechanizmusnak ezt a rögtöni alkalmazását kérik úgy, hogy egyébként kormányra akarnak kerülni? És kormányon akarnak, bocsánat, felesen alkotmányozni. És úgy örülnek a jogállamisági kritériumoknak. Nem értem pontosan, hogy mi náluk a stratégia ebben a kérdésben sem. Hát a gyorsaságot talán az indokolja, hogy hát ha még létezhetnek százával, ezrével olyan bizonytalan szavazók, akiknél ez egy valami fajta motivációt jelent, hogy na, az utolsó pillanatban még mégiscsak az ellenzékre fogom behúzni. Mást nem látok az idő rövidsége miatt. Ugye Lengyelországban is kezd fölépülni ez a narratíva Donald Tusk körül, hogy EU-s pénz egyenlő ellenzék, nincs EU-s pénz egyenlő kormány. Szerintem ennek az importálásával ők megpróbálkoznak. De az a gyanúm, hogy ez egyelőre Lengyelországban sem látszik olyan borzasztóan hatékonyan működni, és nekem sem úgy tűnik, hogy abban az országban, ahol előfinanszírozzák az EU-s projekteket, tehát a gyakorlatban nem jelent különbséget az államháztartás szempontjából, meg főleg a végfelhasználók szempontjából, hogy most egy fél évvel korábban vagy később jönnek meg az EU-s pénzek. Erősen kétlem, hogy egy olyan anyagi helyzetben lévő magyar társadalom, mint amilyen a jelenlegi magyar társadalom egy ilyen szövegnek bedőlne, pláne úgy mondom, hogy semmivel nem biztosabb, de inkább bizonytalanabb az EU-s pénzek sorsa akkor, hogyha egy felesen alkotmányozó bolsevik brigát, ha szabad így fogalmaznom, jönne hatalomra. Még egy picit, bocsánat, eszembe jutott valami, hogy Matyi talán jobban meg tudná mondani, hogy együttesen ennek a két országnak, Lengyelországnak és Magyarországnak a lobby ereje és a fenyegető ereje eléri-e a Brexitnek a fenyegető erejét? Gyanítom, hogy nem, tehát még ennek a két országnak együtt sem. Na de akkor is nem létezik az a józanész legalább néhány politikusnál az Európai Unión belül, hogy gyerekek, nem biztos, hogy magunkra kéne haragítani egy országot, ebből most már két ország van. Nem azt mondom, hogy ebből dominó elv lesz, de legyen egy V4-es térség, meg legyen egy Olaszország, egy ilyen véd és dac szövetség egyszer, hát nehogy már nem készül akkor forgatókönyv, hogy elveszítünk 3-4-5 országot az Európai Unióból ismét. Érdekes a gondolatkísérlet, amivel megpróbálkozol, csak nekem az a gyanúm, hogy én nem látom, legalábbis javítsatok ki, hogyha ti látjátok a Brexit következményét az Európai Uniós kvázi belpolitikára, tehát a brüsszeli politikai irányzatokra. Én ezt őszintén szóval nem láttam egy ebből a szempontból jelentős eseménynek. Én is azt gondolnám a magam eszével, hogy ha az ember elveszt egy nukleáris hatalmat, meg egy első számú hadsereget az Unióból, akkor ez egyszerűen valamiféle
átgondolási, újragondolási, véleményváltoztatási és irányváltási folyamatot indítaná, de nem nagyon látom, hogy elindította. Tehát nem tudom pontosan, hogy mekkora lobby erővel kellene rendelkeznünk. Én szerintem, hát lehet, hogy rossz példához hasonlítjuk magunkat, hogyha mondjuk Washington az hasonló lobby erőnk lenne, mondjuk esetleg akkor. De amúgy nem nagyon látom, hogy mi az, ami befolyásolná a brüsszeli ideológusokat. Na akkor egy kicsit át is kanyarodunk a gyermekvédelmi népszavazásra. Ugye április 3-án a választásokkal egy időben lesz lehetősége a magyar embereknek szavazni a gyermekvédelmi törvényről, és ez azért is kapcsolódik az előző témához, mert Gulyás Gergely arról beszélt, hogy ennek a pervesztésnek az oka igazából ez a gyermekvédelmi törvény. Úgy fogalmazott konkrétan, hogy a magyar emberek döntését még Brüsszelnek, a brüsszeli bürokráciának is tiszteletben kell tartania, el kell majd fogadnia, tehát itt már a népszavazásra célzott, hogy ezért is vitte népszavazásra a kormány ezt a kérdést. Mi a véleményetek, valóban ez a mögöttes ok a gyermekvédelmi törvény, vagy ez csak rátesz egy lapáttal? Hát ők mindennek örülnek, ami az ő szellemiségükkel bármilyen módon ellentétes. Valószínű, hogy ez egy a sorban. Az, hogy most pontosan ez az utolsó csepp volt, ezt nem tudom megítélni, de az tény, hogy ez teljességgel szembe megy a fősodorra. Szerintem egy jó ürügy. Én nem tudom pontosan egyébként, hogyha a gyermekvédelmi törvényt később fogadta volna el a Magyarország gyűlés, akkor ma itt lennének-e a helyreállítási pénzek. Ebben nem vagyok teljesen biztos, mert van az a gyanúm, hogy ők azért keresték a lehetőségét annak, hogy ezt a projektet valahogyan mégiscsak a politikai ellen kezés, meg egyébként a megállapodás kötelezettségének ellenére is valahogyan megbuktassák. Én nem tudom, hogy ezen múlik-e, de az biztos, hogy ez egy külföldön kiválóan eladható ürügy. És egyébként lehet, hogy nem akkor kellett volna ezt az ürügyet megadni, hanem mondjuk a von der Leyennel megbeszélt időpontok után 2-vel. Nem tudom egyébként, hogy a kimenetel más lett volna ebben a kérdésben, de az, hogy ez nagyon jól eladható külföldön, abban teljesen biztos vagyok. De abban megegyezhetünk, hogy nagyon felkavarta az állóvizet ez a törvény, és nagyon nagy az ellenállás ezzel szemben. Igen, hála a magasságos jó Istennek. Én is azt mondom, hogy igen, hála Istennek, de összességében ez nem kéne, hogy ekkora dolog legyen. Tehát, ha belegondoltok, a hazai ellenzék is ugyanúgy, mint Brüsszel fogást, minden pici fogást, óriási fogásnak próbál beállítani a magyar kormányon. Ez egyébként döntően, hogyha mondjuk itt kormányváltás lenne, és ez egy hatályban lévő törvény lesz, és azzal a törvénnyel kell együtt élni ez a kormány, és nem fogják felhasználni azonnal a lehetőségeiket arra, hogy ezt megszüntessék, annulálják, vagy bármit csinálják vele, akkor sem lesz neki kisebb a mozgásterük bármiben. Tehát ha mindent mindig megfordítunk, ez nagyon jó módszer, akkor azt mondhatjuk, hogy nekik attól nem lesz rosszabb. Szidják a gazdaságpolitikáját az Orbán kormánynak, így lop, úgy lop, amúgy lop. Be fognak ülni, ha beülnek, ne adja Isten, megint az lesz, hogy tele találják a padlást, tele találják az éléskamrát. Majd jönnek, gondolom, a többször száznapos osztogatások, mint a megyesi kormány idején, de megint csak egy olyan dolog, amire azt tudjuk mondani, hogy azt szidjátok, ami miután majd elfoglaljátok ezeket a helyeket, látjátok, hogy nektek nem is olyan rossz. Miről beszélünk? Ez elképesztő. Tehát, hogy nyilván, én mondom, odajuk adok ki folyton, fontos nekik, hogy minél több embert meggyőzzenek, nyilván csak a bizonytalanok közül tudnak meggyőzni, meg bocsánat, hogy megint ezt mondom, a nagyon fiatalok közül, akik első szavazók lesznek, akik egyébként se nem kedvük, se nem, hogy mondjam, ingerenciájuk, hogy foglalkozzanak a magyar belpolitikával, és el fognak menni szavazni. Az obligált budapestiző korrekciót itt is meg kell tennem, de alapvetően azért szerintem abban tényleg egyet tudunk érteni, hogy normális világban nem lenne kérdés hogy egy ilyen törvényre nem lenne szükség, mert nem lenne irányzat, nem lenne lobby, ami ellen egy ilyen törvénybe kellene vezetni, és ha esetleg mégis be kell, akkor én teljes mértékben kizártnak tartom egyébként azt, hogy Újhelyi István jó szemmel nézni a saját gyermekének az érzékenyítését egy belvárosi középiskolában. Tehát nekem az a gyanúm, hogy ez egy olyan helyzet egyébként, amelyben lehetne nemzeti egységet mutatni. És az ellenzék történelmi elszalasztott esélyének gondolom az, hogy nem mutatott ebben a kérdésben nemzeti egységet. Szerintem rengeteg bizonytalan szavazót, vagy csak kultúrharcos okokból, vagy csak a nyugati civilizáció miatti aggódásából a Fideszre szavazó embernek megnyitná az ellenzék a rászavazás lehetőségét azzal, hogyha a kormány mellé állva egyértelműen kiállna amellett, hogy nem, ő sem akar homoszexuális propagandát, ő sem akar átnevelést, nem váltási propagandát. Még akkor is, ha ezt nem tartja egyébként fontos problémának. Ha nem tartja fontos problémának, akkor pont azért. Mert nem kerülne neki semmibe. Ebből a kánonból nem szólhatnak ki.
nem énekelhetnek ki. De és ez viszont akkor borzasztóan veszélyes, mert hogyha azt gondolod, hogy maguktól, ha a saját fejükkel gondolkodnának, hogy a saját fejük után mennének, kiállnának emellett, akkor tényleg ügynökökről beszélünk. Ez hipotetikus feltételezés, de ha azt mondod, hogy ez nem a saját gondolatuk, hogy ők emellett nem állnak ki, az nagyon-nagyon-nagyon súlyos következményeket. Én abból indulok ki, ebben próbálok egy picit jó ember lenni, vagy jó hiszemű ember lenni. Pont Újhelyit mondtad szerintem, hogy egy több gyerekes családapa. Hát ez az, ezért mondtam őt. Azért mondtad őt, és talán kellően felvilágosult is, most nyilván nem ez a műsor az, ahol azt várják tőlünk, hogy mi Újhely Istvánt dicsérjük, de példaként viszont tökéletes Újhelyi példája. Rengeteg dologban én nem értek vele egyet, sőt felháborító dolgokat szokott posztolni unalmában, de kizártnak tartom, hogy ne lenne jó pár olyan, és most a tisztességes szót tisztes családapaként ugye szokták mondani, és tisztes családanyaként, ami nem biztos, hogy egyenlő a tisztességessel, rengeteg tisztes családapa, családanya munkálkodik azon, hogy leváltsa ezt a kormányt, olyanok, akik, hogyha ezt szintén megfordítjuk ezt a szituációt, ők sem akarnák, hogyha érzékenyítenék a gyereküket. Egy politikai hasznot hagynak ki, egy politikai zicsert hagynak ki, és számomra érthetetlen okból. De ugye a gyermekvédelmi törvényről azt mondják, hogy ez igazából homofób. Tehát ez egy homofób törvény. Tehát nem ezt az értelmezését próbálják meg értelmezni, amiről most volt így beszéltek. Ez én nem láttam még. Hát ezek vagy szövegértési, vagy motivációs problémák, tehát, és én azt hiszem, hogy nem a szövegértéssel van itt probléma, tehát elolvasták ezek az emberek, legalábbis azok, akik ellene szavaztak, és a készhez kapták a törvénytervezőt, elolvasták egyébként ezt a produktumot, és pontosan tudják, hogy ez semmilyen tekintetben nem homofób, semmilyen hatással nincs felnőtt homoszexuális emberek életére. Én azt hiszem, igen, hogy itt ennek marketing szempontjai voltak, hogy az egyetlen legitim módja annak, hogy ennek a törvénynek az ezzel szembeni ellenállást eladják külföldön, az az, hogyha lehomofóbozzák. Én ezt mondom, a saját szempontjukból politikailag is egy őrültségnek tartom, erkölcsileg pedig bestelennek. Vannak szavak a politikában, nem csak a magyarban, a nemzetköziben is, amik felületes választópolgároknak nagyon ijesztőek, a homofóbiám. Nem is nagyon tudják sokan, hogy pontosan mi. Esküszöm, szerintem a szó jelentésével sincsenek sokan tisztában. Valami rosszat kell, hogy jelentsen. Hadd hívjam fel a figyelmeteket és a hallgatókét is a rabszolgatörvényre. Emlékeztek, hogy hányszor elmondtuk, hogy mennyire gáz ez a szó, hogy ezt használjátok? Nem csak azért, mert nem igaz, hanem azért sem jó, hogy ezt használjátok, mert semmi más funkciója nincs, mint a hergelés. Mikor halljuk, most már nem tudom mióta, a rabszolgatörvény kifejezést hallottuk mostanában? Számos munkahelyet meg is mentett a Covid alatt egyébként. Az ellenzéki eszköztárból kihullott. Teljesen kihullott. Mondjuk, ugyanez várna a homofóbra is, talán kicsit tovább élne. De hiszem, funkciója ugyanez? Azt hiszem mondjuk, hogy a rabszolgatörvény kapcsán volt egy mulasztás a politikai jobboldalnak, nem nevezte el jobban ezt a törvényt, mint a rabszolgatörvény. Ez szerintem a pedofil törvény per gyermekvédelmi törvény esetében kifejezetten jó sikerült. Tehát létezik egy valódi neve egy jobboldali ember számára is teljesen vállalható hangzatos neve ennek a törvénynek, amely kiválóan konkurál, de lehet, hogy még jobban is elterjedt, mint a úgynevezett homofób törvény, igen, amit az ellenzék meg az ellenzéki sajtó használ. Ha az ellenzéki sajtót olvassátok, akkor a kormány által gyermekvédelminek nevezett törvénynek szokták ezt hívni. Ez még mindig sokkal jobb, mint hogy a homofób törvény. A karakterszámban már sokat haladt az újságíró. És ez komoly anyagi előnnyel jár, igen, tradicionálisabb szerkesztőségekben, igen. Hát Csekatalin itt az európai parlamenti felszólaláson homofób törvényt emlegetett az Európai Parlament előtt. Ők ott nem kérték ki maguknak, úgy tudom. Mármint az Európai Parlament. Furcsa. Ugye? Ugye kint vannak már a Fidesz plakátok ezzel a népszavazással kapcsolatban, még ellenzéki plakátokat én nem láttam, hogy miért szavaznánk igenre ezzel a törvénnyel, és mintha ezt nem is nagyon akarnák magyarázni. Én eddig úgy láttam, hogy Márki-Zainak is a kampánya inkább a korrupcióra épül, nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, tehát hogy ezt próbálják súlykolni, hogy az Orbán kormány korrupt, és ezért kell leváltani. Viszont egy olyan YouTube videót láttam, amit el is küldtünk, és amiben művészek, színészek, zenészek, énekesek próbálják aktivisták próbálják meg elmagyarázni nekünk azt, hogy miért szavazzunk igennel, még hogyha ezt nem is mondják ilyen direkten. Mit szóltatok ehhez, láttátok? Mit mondott Trump? Thank you, famous actors. Valószínűleg ezt mi is meg fogjuk egyszer nekik köszönni. Nekem az én párom népdalénekes, világzenei énekes hölgy. Akárhányszor beszélgetünk arról, hogy érdemes bojkottálni mondjuk azt, ha őt kapna egy meghívást az ATV-be, a Szikla Szilárd válasza mindig az, hogy dehogy bojkottálnám. Hát ha a művészetemre kíváncsiak, elmegyek az ATV-be,
elmegyek a Pesti TV-be, elmegyek a Hír TV-be, nincs, nem teszek különbséget. Ezek az emberek viszont ilyen típusú kiállással, ami már nem a művészetükről szól, hanem azon túlmutat, nem érzik azt, hogy veszélyeztetik a közönségük lemorzsolódását. De hogyha ezt nem érzik, oké, lehet, hogy megtehetik, mert a gázsjuk az nem fog ettől még csökkenni. De nem érzik azt, hogy megosztóvá tesznek egy közönséget, egy olyan közönséget, aki ugyanúgy szomjazik a kultúrára, de lesz közülük jó pár olyan, aki személyesen azt fogja érezni, hogy én nem fogok megnézni egy Nagy Ervin előadást innentől kezdve. És lehet, hogy nem is tudok majd vele vitatkozni, miközben lehet, hogy mondhatnám azt, figyelj, Nagy Ervin ott nem fog politizálni, el fogja játszani azt a darabot. Menj el, nézd meg. De már lehet, hogy nem tudom őt lebeszélni erről. Tehát thank you famous actors, lehet, hogy többet hoz ez a jelenlegi kormánybarát közvélemény számára, vagy magának a kormánynak, mint amit visz tőlük. Nem tudom, hogy látod. Hát szerintem, Krisztián, te kifejezetten tudod az előnyödre fordítani ezt a helyzetet. Én a helyedben azt javasolnám egyébként azoknak a hallgatóknak, nézőknek, akik ennyitek ezen nem óhajtanak az ebben az undorító propaganda tevékenységben résztvevő énekesnőket, énekeseket hallgatni, hallgassanak Csalgát helyette, hallgassák a párodat. Köszönöm, de egyéb iránt meg az a harci helyzet, nekem van egy kiváló definícióm a lobbira. Lobby tevékenység következtében hallunk olyan dolgokról, amikről amúgy nem hallanánk, mert nincs rájuk társadalmi érdeklődés. Most az a harci helyzet, hogy ez a videó, ez semmilyen más tevékenység eredményeképpen nem állhatott elő, csak lobby tevékenység eredményeként. Ez semmilyen más módon nem magyarázható, mint azzal, hogy egy társadalmilag érdeklődésre számot nem tartó kérdésre, mint például, hogy Noárnak szőrös volt a lába gyermekkorában, és milyen lázámai voltak arról, hogy kivel csókolózik, hogy ezért valaki nagyon jól megfizeti azt, hogy ilyen videót letoljon. De az a harci helyzet, hogy onnantól kezdve, hogy itt lobby van, hogy itt művészeket felbérelnek, hogy itt emberek pénzért beleállnak egy ilyen projektbe, innentől kezdve teljesen világossá válik, hogy igenis létezik a lobby, ami ellen tényleg kifent kardokkal és 10 körömmel küzdünk. És muszáj is fenntartanunk ezt a küzdelmet ellene, mert egyszerűen elképesztő az, hogy az elmúlt néhány évben egy, mondom, társadalminak tökéletesen irreleváns kérdés. Mert a homoszexualitás, a transzexualitás, ezek mind társadalmilag érdeklődésre számot nem tartó kérdések. Ezek ebben a sűrűségben érik el a hírciklust. Hát ha valakinek ezután nem egyértelmű, hogy van lobby, és hogy ez a lobby úgy, ahogy van, megvásárolta Magyarország színészelitjét, annak gratulálok és kívánok neki még egy kávét, hogy kinyíljon a szeme. Hát ez egy egészen megdöbbentő fejleménye szerintem a magyar közéletnek és a magyar politikának, és világosan bizonyítja az, hogy van lobby, ami ellen igenis küzdeni kell bármilyen eszközzel, ami csak megengedhető. Bocsánat, az a része megdöbbentő a te gondolatmenetednek, hogy ez egy következménye lett. Az viszont már egyáltalán nem meglepő, és ez nem magyar betegség, hanem ez nemzetközi trend, hogy a popkulturális közeg az egész világon, vagyis pontosabban a felvilágosult világon, a nyugati világban, ahova nyilván Magyarországot is sorolom, egészen egyszerűen úgy alakult, teljesen mindegy, hogy volt-e 40 év kommunizmus, vagy nem volt, teljesen mindegy, hogy Amerikát nézzük, vagy Magyarországot, a pop, rockzene, valamint a színészvilág 80-90%-a liberálisnak mondható. Nem vagyok olyan tudás birtokában, hogy ezt ennek utána járjak, de mivel a zeneiparban hosszú időt töltöttem el, ez egyszerűen egy tény. Tehát annyi történt, hogy kiszimatolták, hogy kiket lehet megvenni. Tehát nem csak Károlyhoz fognak oda menni, nem Revicki Gáborhoz fognak oda menni, hanem oda mennek tényleg Nagy Ervinhez, Molnár Piroska, nekem óriási csalódás, de mindegy, ez az én problémám. Oda mennek ezekhez az emberekhez, akik egyébként adott esetben a színészi kvalitásai egész magasan vannak a magyar közvélemény előtt és a magyar rajongók előtt, és való igaz, borzalmas, hogy ez kell rájuk mondani, hogy megvásárolhatók. És azért tudják ezt megtenni, mert megint próbálnak egy olyan lehetőséghez nyúlni, aminél úgy érzik, hogy az elérés megvan. Én szerintem egyre kevesebb, tehát én azért finoman szóval nem érzem. Magadra veszed, nem érzem. Generációs szempontból. Tudom, hát, de nem tudok máshogy tenni, mert azért mégiscsak olyan közegben mozgok, meg olyan embereket ismerek, akikről te ilyenkor politikai szempontból beszélsz. Én azért azt abban az első gondolatban teljes mértékben egyetértek veled, hogy ez a saját közönség lemorzsolódásához nehéz szó vezet, és ebben látom a lehetőséget is. Tehát szerintem az én generációmnak már igen komoly részben nem lesz etalon Nagy Ervin teljesítménye, Molnár Piroska teljesítménye, Noár teljesítménye, és ennek egyébként kimondottan örülök. Tehát én a saját köreimben is azt látom, hogy ezek a színészek, ezek az emberek már nem képezik olyan mértékben rajongástárgyát, mint képezték korábban, pont azért, mert nem hajlandók tudomásul venni, hogy a színész, a zenész, a művész az közkincs, az egy nemzeté, az egy nemzetnek csinál kultúrát, és kutya kötelessége, ha egyáltalán politikailag megnyilvánul, az kódoltan, rejtetten, a lehet
legfinomabban, leginkább áttételes módon megtenni, mert onnantól kezdve, hogy nyíltan politizálni kezd, onnantól kezdve beindítja a kultúrában is azt a fajta kultúrharcot, ami nem odavaló, hanem nekünk való ilyen borzoshajú újságírótnak, akik mindenféle kulturális kérdésekben mondunk érdekes, meg kartos dolgokat, de könyörgöm, az a mi dolgunk, azt tessék ránk hagyni. A színészek legyenek kedvesek, és foglalkozzanak művészettel. Tudom, hogy extra témának dobtátok be, és nem tudom, hogyan menedzselted volna az adást a végéig, de hadd hozzam ide a Noir klipet, ha már megidézte Matyi Noárt, mert szorosan összefügg a dolog. És most én nem akarom művészileg elemezni, hogy ez rap, a rappen belül milyen műfaj, ez hogy néz ki, képi világ. Ha egyetlen dolgot el tudok ismerni Noárral kapcsolatban, az a küldetés tudata mellett, mert adott esetben ez bizonyos összefüggésében ez egyébként egy elismerésre méltó dolog tud lenni, ha jó ügyet szolgálna, hogy viszonylag profin kivitelezi ezeket a dolgait, de én észrevettem valamit. Nem vonultak fel celebek ennél a klipnél már. Persze meg fogja magyarázni, hogy itt most a jelenségre és az LMBTQ-ban érintett fiatalokra, társadalmi csoportokra koncentrált, és azért nincsenek benne. De szerintem ide, ha ő próbált volna. Falusi Marian annak számít, de ugye ő neki szerepe van a klipben, egyébként egy totálisan jó jazz énekesnőről van szó, liberális. Aki egyébként véletlenül pont az SZDSZ házi zenekarában turnézta végig a rendszerváltás óta komplett magyar közéletet, tehát azért amikor... És az oroszokat hazaküldte Gréczi Zsolt szövegével a bájbájszásával. Hát azért... Ezt mindig tegyük hozzá. Hú, tehát ilyenkor benne nagyon fölmegy a pumpa, amikor látom összefonódni a nem létező hálózatot, a Gyurcsány kormány, meg azelőtt az SZDSZ, a világ legerkölcstelenebb politikai szervezetének a művészi holdudvarát, ezzel a mozgalommal, ezzel a lobbival. Amikor látom, ahogy ezekből az emberekből, az SZDSZ udvari énekeseiből lesz az LMBTQ lobby udvari énekesköre, akkor attól nekem nagyon elmegy az étvágyam, és jelentősen, tehát igen jó kell főznie a páromnak ahhoz, hogy visszajöjjön. Na, de az eddig látott celebek nincsenek itt a klipben. Nincsenek, de engem egyébként az... tette számomra érdekessé ezt a klippet, a szöveg, hogy ugye azt akarják eladni, hogy ez egy homofób törvény, tehát nem a gyerekekre vonatkozik kizárólag, hanem mindenkire, és ez gerjeszteni fogja a homoszexuálisok elleni indulatokat. Viszont a klipben a szöveg nagyon érdekes, mert itt szó van, ahogy te is említetted Noárnak a saját élményeiről, ez most mennyire fikció, vagy mennyire nem, azt nem tudjuk, de van benne egy ilyen sor, hogy 10 sem voltam még, tehát 10 éves sem volt még, amikor már ilyen gondolatai voltak, hogy ez vagy az, és később pedig van egy olyan sor, hogy azok a tanárok, akiket ti most nem akartok beengedni, nyilván az iskolákba, vagy nem azok, akiket nem akartok beengedni az iskolában, azok a gyerekekért vannak, és nem ellenük. Mert hogy a szülőknek nem tudják ezt a gyerekek úgy elmondani, ugye valahogy így jön ki a szövegben, nem tudom, mennyire figyeltétek, én kétszer meghallgattam. Tehát, hogy itt azért mégiscsak kibújik a szög a zsákból, hogy ez a gyermekvédelmi törvény igenis a gyerekekről szól, hiszen akkor nem egy ilyen szöveget teszek ki, és nem a 10 év alattiakra fókuszálok, meg nem az iskolákra. Először is hadd vitatkozzak, mert bár obzenét és az egész műfajt nézve definíció szerint valóban ez egy dalszöveg. Ez egy Facebook poszt. Csak így többen nézik meg, hogy videoklipben van. Ez én nem tekintem dalszövegnek. Az a helyzet, hogy számomra ízléstelen módon édesanyját és édesapját bevonta a klipbe, ugye szöveg is van erről. Szerintem itt hárman a stúdióban az üvegfalon túl a technikus kollégák közül kivitatná azt, hogy Noárt nem szerették a szülei. Akkor is, ha ez igaz, amit mond magáról, akkor is, ha nem. Akkor is, ha jelenben a felnőtt Noár homoszexuális lenne, biszexuális lenne, transzexuális lenne, vagy heteroszexuális lenne. Ez egy, hogy mondjam, evolúciós adottság. Szeretnek minket a szüleink, az esetek többségében szeretnek minket a szüleink. Ezt beemelni ide annyira aljas dolog, mert megint meg tud téveszteni rengeteg embert ezzel, vagy akit már nem kell megtéveszteni, mert eleve ezt az ideológiát vallja, akkor ez ő úgy fogja mondani, hogy született végre egy himnuszunk. És ez az aljas az egészben. Bár mondom, szerintem ez most nem fog akkorát szólni neki. Szerintem se fogja, és köszönöm, hogy zenei újságíróként, szakmai véleményként megfogalmazod azt, hogy ez nem egy dalszöveg, ezt én is nehezen tudnám a zene kategóriába sorolni, de szerintem mind zene elég nehezen. Kiszedegetnéd ez egy Facebook poszt?
Igen, meg hogy nem tudom, én a zenében legutóbb középiskolában, egy Gregorián kórusban voltam Érdemben kapcsolatban, de én, az én fülem, ami viszonylag sok zenét hallgat, az ebben olyan sok élvezeti értéket nem talál. Tehát én is úgy érzem, hogy ez egy ilyen sörkorcsolja egy politikai üzenethez gyakorlatilag, hogy mögé csináltak egy dallamot, megállítólag rímelni szánt sorokat is bele heftőtek valahogy. Tehát de nekem is az untor az elsődleges érzésem, és borzasztóan rossznak tart. Provokatív. Hát én emlékszem egyébként, ha már a Csalgáról beszélünk, amelyben a párod énekli, a Csalga az egy bolgár népzenei műfaj, ahol emlékszem. Tehát az egy ilyen bolgár mulatós, nevezhetjük annak, vagy délszláv mulatósnak. Mulatós nem szeretem, de világzene. Na most a Csalgának egy rendkívül fontos alkotó, például Szlavi Trifonov, aki majdnem Bulgária miniszterelnöke lett a tavaly előtti év során, ő rendkívül jól csinál politikai zenét. Nagyon-nagyon ügyesen, nagyon ízlésesen csinálja meg jó zenei eszközökkel, úgy énekli meg az országának a tragédiáját. Majdnem meg is választották miatta. Ja, mint műfajról beszél. Igen. Tehát lehet ezt jól csinálni. Lehet az ember meggyőződését, az ember fájdalmait ügyesen beleszőni egy élvezhető, mindenki számára élvezhető zenébe. De mondom, tehát így mellékesen megzenésíteni egy provokatív aktivista Facebook posztot, úgyhogy ez még undorító is legyen, kakofon, rosszul hangozzon egyszerűen a szöveg, nem akarok Noár szőrös lábáról hallani semmilyen kontextusban, az szerintem még ennek a kvázi politikai zenének is a megszégyenítése. Még egy dolog Noárral kapcsolatban egyébként, vagy ő, vagy aki kezeli a fiókját, nem írtam valamit, aztán jött rögt is rá valami, hogy én mekkora troll vagyok, megnézték, hogy honnan ír Karc FM, stb. Jött ilyen hozzászólás, egyébként Bőszanettel is egészen komoly vitáim voltak az Instagramon, tehát vannak létező aktív politikusok, vagy politizáló közszereplők, de Noár nekem úgy jött le, most már hosszú évek óta figyelem, hogy szomjazza a figyelmet. És azt gondolom róla, ha most lenne egy hatalmas világtrend, ami Magyarországot nagyon súlyosan érintené, valami környezetszennyezési dolog, akkor ő most egy ökorepper lenne. És én azt akarom ezzel mondani, hogy ő tetszőlegesen fog tudni váltani ruhát ilyen szempontból. Most ezt látja olyannak, amivel magára tudja irányítani a figyelmet. És szerintem őt már egyáltalán nem zavarja, hogy hoz-e vagy visz ez a klip, hogy kevesen nézik meg, vagy sokan, hanem megint róla szól a dolog. Tehát az a fajta egománia, amivel ő valószínű létezik, és pusztán a színészetével nem tudja ezt magában táplálni, és nem elég neki, ezért látunk egy ilyen polihisztornak megálmodott embert, aki mondom még egyszer, lehet, hogy a következő évben egy teljesen más társadalmi ügyet fog találni. De nem azért, mert rokon szenvedsz feltétlenül vele, hanem ő keresni fogja ezeket az ügyeket, és nem az ügyek fogják őt megtalálni. Szóval azt mondod, hogy amikor egy új pápa alatt föltámad halóporaiból a Magyar Katolikus Egyház, akkor Noár a Katolikus Egyház keresztény reppere lesz majd néhány év múlva. Na erre ne fogadjuk. Akkor most muszáj túllépnünk Noáron, de köszönöm, hogy ezt is véleményeztétek, mert szerintem fontos téma. Hoztam külpolitikai hírt is, Ukrajna és Oroszország, most már mindennapos hír, most már hetek óta azt halljuk, hogy háború lesz, vannak dátumkitűzések is, amik elmaradnak, de most valószínűleg már pár nap múlva tényleg háború lesz. Ti mit gondoltok erről, és hogy lehet az, hogy az internet korában, amikor elvileg több információ jut el hozzánk, mindenhonnan kellene, hogy tudjunk informálódni, mégis az az érzésem, hogy egyszerűen nem lehet eligazodni, hogy most itt mi a valóság, ki mond igazat, ki hazudik. Válaszoljon először a Matyi, mert ez az ő asztal, és utána megtudom, hogy mi a véleményem. Nagyon kedves vagy, de most ugye a nehézség az eligazodása kapcsolatban rögtön onnan kezdődik, hogy mit értünk az alatt, hogy háború. Mert ugye Ukrajnában, tehát ugye kétfajtaképpen lehet Ukrajnába háborúzni, lehet nagyokat harabdálni a már most is orosz megszállás, névlegesen ki nem mondott, de valójában de facto orosz megszállás alatt álló kelet-ukrajnai területeken. Ez gyakorlatilag mindennapos jelenség. Tehát a 2015-ös Minszki megállapodásban leszögezett tűzszünetet belpolitikai okokból Ukrajna, külpolitikai okokból Oroszország nem tartja be. Ez az egyik módja annak, hogy Ukrajnába háborúzzunk, ez bármikor lehetséges, és nem lehetségesebb most, mint 6 hónappal ezelőtt volt. A másik, amit lerohanás Starzsényie néven véleményhez hoz az orosz-amerikai külföldi akármilyen sajtó, ez a Kijevet is érintő támadás, ami Belarus déli részét, tehát azt a poléziai mocsárvidéket is érinti.
Na most ez az a támadás, amit érdemben befolyásol az időjárás, ez gyakorlatilag csak olyan esetekben lehetséges, amikor be van fagyva a poliziai mocsárvidék, mert különben nem mennek át az orosz tankok sem. Az elvi lehetőség egy ilyen jellegű átfogó nagy támadásnak, az néhány napon belül kifut. Mert néhány napon belül már nem marad annyi idő a mocsár felolvadásáig, hogy értelmesen meg lehessen tervezni, ki lehessen vitelezni egy Kijevet is érintő hadműveletet. Tehát én azt hiszem, ha tippelhetek, és talán eligazodási pontként én ezt ajánlanám a kedves hallgatók nézők figyelmébe, hogy február 20-án, ha túl vagyunk, akkor ennek az esélye, ez teljesen mindegy, mit ír a politikon, meg mivel provokál a BBC, nagyjából lehetetlen lesz. Látjuk is az amerikai kommunikációban, hogy most arra állt rá a washingtoni külpolitikai establishment szócsöveként működő foreign policy, hogy a jelenlegi támadás elmaradása nem jelenti azt, hogy Ukrajnát Oroszország nem semmisíti meg. Tehát valamilyen más módon terelik éppen ezt a kommunikációt, mert ennek a lehetősége lassan megszűnik. Tehát szerintem ebből lassan kifelemászunk, de az tovább is reális veszély marad, és Amerika jelenléte ezen nem segít semmit sem, hogy a kelet-ukrajnai konfliktus éreződhet. A kelet-ukrajnai, de nem Ukrajna lerohanása. Az a békemisszió, most az újságíró felülem, ha már itt van egy szakértő, hogy az a békemisszió, egyáltalán békemissziónak nevezhető ez, amit Orbán Viktor, Olaf Scholz, Emmanuel Macron a vendégeskedésével lényegében bemutat, vagy ez csak a pacifista ember mondatja magával? Ez annyiban tényleg békemisszió, hogy Amerika felé rendkívül fontos üzenet az, hogy a NATO európai tagállamai nem óhajtanak harcolni Ukrajnáért. Tehát ha az európai tagállamok a végsőkig elmennek a Putyinnal való tárgyalásban, az Amerika felé egy üzenet, hogy nem számíthat az európai szövetségesekre akkor, hogyha tényleg éles konfliktus törnek ki az Egyesült Államokban. Ebből a szempontból ez a lehető legjobb üzenet, az meg az Orbán látogatásban külön egy fantasztikus jó üzenet, ezt Macron és Scholz nem csinálta meg, a francia elnök, meg a német kancellár, hogy Orbán Viktor úgy üzletelt Moszkvában, hogy nem vett róla tudomást, hogy itt most háborús helyzet készülődik, és ez a lehető legjobb döntés. Mert ez a háború, ez a fejünkben zajlik, ez egy pszichikai hadviselés. Hogyha mi belül nem hisszük el, hogy háború lesz, akkor nem lesz háború, mert nélkülünk itt nem lesz háború. Hát a legjobb dolog, amit tehetünk, az, hogy teljes erőnkkel nem hiszünk benne, mert voltak éppen egyébként nekünk kéne oda küldeni a NATO csapatokat. Ha mi nem fogjuk, ha mi nem hiszünk benne, nem lesz háború. De kinek az érdeke, hogy legyen? És miért van akkor erről szó? Hát ha akarsz válaszolni, vagy azt nem mindjárt befejezem, mert túl sokat beszéltem már ebben a körben, hogyha nagyon cinikus szeretnék lenni, akkor azoknak az érdeke, akik most olaj- és gázexporttal foglalkoznak, ugyanis a jelenlegi irtózatos energiaárak, amelyek ugye december elejé óta megint növekednek, kizárólag emiatt növekednek. És tehát itt már gyakorlatilag nem kitermelési korlátokról beszélünk, vagy szállítási korlátokról, hanem egy rossz befektetői hangulatról, egy befektetői hangulat miatt növekedő ár tendenciáról, tehát most gyakorlatilag megérni csak annak éri meg, aki most olajat és gázt exportál, de egyébként szerintem az amerikai, brit és ukrán provokáció a sajtóban az azért fontos, mert Oroszországot most egy gesztusra szeretnék rákényszeríteni. Oroszország pedig szintén egy gesztusra szeretné Nyugatot rákényszeríteni. Ennek a gesztusnak az értékének a növelése, a folytonos rófolása az az érdek, amit ez a folyamatos háborús hangulatkeltés szolgál. És amennyiben véres lesz, vagy amennyiben kevésbé véres lesz ez a konfliktus, számunkra, magyarok számára megnyugtató volt hallani a kormányfőnek azokat a gondolatait, mely szerint van cselekvési terv arra nézve, hogyha kárpátaljai magyarok tömegét kell Magyarországnak befogadnia, és bizonyos szempontból, aki nem akar ennél tovább gondolni, ez a téma, ami őt is érinti, és ami számunkra igazából fontos. Fogunk tudni mutatni egy jelentős jelet az ellenzék felé, hogy szerintem te meg én leszünk a legnagyobb menekült pártiak ebben a kérdésben. Én jelentős személyes anyagi áldozatra is kész vagyok azért, hogyha ne adj Isten itt probléma lenne, ami Kárpátalját is érinti, hogy az ottani magyar nemzetestvéreinket ellássuk, és foglalkozzunk velük, gondoskodjunk. Hozzáteszem egyébként, egy meglepő adatot olvastam, hogy Magyarország gazdasági kereskedelmi kapcsolatai jóval nagyobbak és számottevőbbek, mint Ukrajnával, mint Románia is Ukrajna között.
ha csak a határszakasz hosszát nézed, ez számomra eléggé meglepő volt. És továbbra is mi tartjuk őket egyébként, az áruló Orbán, meg a NATO gyengítő Orbán, továbbra is mi tartjuk lélegeztetőgépen őket gázügyileg, meg egyébként azért, hogy valami egészen nevetségeset jelezzek, most hamarosan lesz egy próba leállása az ukrán elektromos áramellátó rendszernek, lekapcsolódik majd próbaszerűen az orosz és a belarusz áramhálózatot, és megnézi, hogy hát ha a moldáv hálózattal összekötve majd stabilabb lesz az energia ellátása. Most az a helyzet, hogy ez megint egy olyan állapot, amelyben az Európai Uniós tagállamok, azok az Európai Uniós tagállamok, amelyeknek a kisebbségét Ukrajna saját országában vérigyalázza és porba tapossa, ide sorom a románokat is, és Moldáviában ugye alapvetően egy románhoz nagyon hasonló nyelvet beszélő nép él, megint ő fogja kihúzni Ukrajnát a stamasztikából, ami szerintem egy nagyon szép dolog annak ellenére is, hogy van véleményem az ukránokról. Mennyire érzitek ebben a sajtónak a felelősségét? Főleg a nyugati sajtóra gondolok itt, mert és úgy láttam, vagy úgy tudom, hogy azért a magyar balliberális sajtóhoz, vagy oldalhoz köthető sajtótermékek igazából cenzúra nélkül veszik át a nyugati sajtóban megjelent híreket azzal kapcsolatban, hogy Oroszországnak milyen tervei vannak Ukrajnával. Az, hogy cenzúra nélkül, vagy bármilyen forrásvizsgálat nélkül vesznek át, az egy megszokott dolog. Ebben az esetben azért érezheted, hogy ez még durvábban így van, mert valószínű saját gondolat ebben a dologban nincs. Tehát itt nem valami fajta küldetéstudat miatt veszik ezt át, hanem egészen egyszerűen praktikus szempontokból is. Borzasztó udvarias vagy, Krisztián. Én azt hiszem, hogy itt ennek a hátterében az van, hogy a kiegyensúlyozott híradás lehetősége akkor lenne adott ebben a kérdésben, hogyha a kedves kollégák tudnának cirill betűket olvasni. És ez borzasztóan kevés kolléga számára adott sajnos már a magyar sajtóban, de ami még durvább az az, hogy az ezzel foglalkozó politikónál, meg a BBC-nél, meg az akárhol is borzasztóan ritka az orosz nyelv, vagy bármi, egyetlen cirill betűk elolvasásának a képessége. Tehát egész addig, de most akkor ezt unblock a magyar sajtóra mondod. Hát vagy, én tisztelettel kiemelném magunkat, ha lehetek szerintelen, mert mi azért úgy foglalkozunk ezzel, hogy állandóan kapcsolatban vagyunk, akár átvételek, akár pedig szakértés szintjén olyan emberekkel, akik vagy oroszok, vagy tudnak oroszul. Én is ugye, én vagyok a Gőporos szerkesztőségben az, aki beszéli ezt a nyelvet, tehát mi is igyekszünk úgy tájékoztatni, hogy ezeket is figyelembe vesszük. Én szerintem ez a kulcsa, hogy gyakorlatilag a buta újságírók viselnek ebben a kérdésben a hatalmas felelősséget, akik úgy írnak dolgokról, hogy nem értenek hozzá. Nincs megmondva, hogy mit kell megírni? Biztos, hogy megvan. Erről nem tudok nyilatkozni, de hogy mondjam, az embernek, hogyha az ember belül ruszofób, és szívből utálja az oroszokat, és minden gondolatuktól, minden lépésüktől herútja van, akkor is megírja ezt az őrültséget, meg ezt akkor is tudja tovább csinálni ezt a háborús hergelést, hogyha nem mondják meg neki, mit csinálja, mert magától is ezt csinálna. Hát, illetve egy egybites gondolkodás is elég ahhoz, hogy te ruszofób legyél a liberális újságíró létedre, azért, mert Putyin jobban van Orbánnal, akkor mind a kettő diktátor, tehát hogyha Putyin jobban van Orbánnal, akkor én ruszofób vagyok. Valós újságíróként. A brazil elnök is itt volt, ugye? Úgyhogy összeállta. Lehet kitutálni, igen. Ja, most igen, nagyon van kitutálni. Igen, azért is kérdeztem ezt így, mert nekem úgy tűnt, hogy tényleg kritika nélkül veszik át például Bidennek a narratíváját, és mintha nem lenne mögötte gondolat, hogy tényleg ezt akarja az orosz elnök, és kérdezzünk már meg valakit, hogy most tényleg erről van szó, hanem úgy, ahogy van, folyik át az interneten keresztül ezek az információk. Miközben az ukrán elnök is többször cáfolta, hogy nagyobb lenne a veszély, mint eddig volt. A kérdés, amit te most nekem fölteszel, azt én borzasztó szívesen tovább passzolnám például az ukrán sajtónak. Mert az a helyzet, annak ellenére, hogy Volodymyr Zelenszky elképesztő erőkkel pacifikált. Tényleg, én nem vagyok nagy barátja, de a legőszintébb csodálatom illeti most Zelenszky elnököt, mert hihetetlen erőkkel dolgozik azon, hogy mindenki, aki eljött az országot, visszajöjjön, és a lehető legkevésbé gondolják az ukránok, hogy itt háború lesz. De például az Ukrajinszkaja Pravda jelenleg, most ahogy jöttem idefele olvasnom el, úgy számol be egy Oroszország területén belül található rakétagyakorlatról, hogy Putyin vezetése alatt fognak rakétákat lövöldözni az oroszok. Tehát ha valami borzasztóan fontos és érdekes kérdés ebben a vitában, most az, hogy az ukrán sajtót kifizeti, és miért.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a rendelkezésünkre álltatok. Nagyon hamar elszaladt ez az 50 perc, de köszönjük szépen Lentulai Krisztián, a Karc FM főszerkesztő helyettese és Kohán Mátyás, a Mandiner című hetilap külpolitikai újságírója voltak a vendégeink. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. A hallgatók számára mondom, hogy 2022. február 18-án rögzítettük ezt az adást, úgyhogy ha bármiről nem beszéltünk, ami azóta történt, ez ezért van. És a YouTube oldalunkon pedig hallgatni tudjátok, és nézni, és újra is hallgatni, és kérlek, hogy a csengőgomb megnyomásával iratkozzatok fel.